Káposztataposás a színpadon, káposztás fasírt az asztalokon és jókedélyű főzőcsapatok a fesztivál területén. A 9. Demecseri Káposztásnapok múlt hétvégén várta a gasztronómia szerelmeseit. A rendezvényen új tagokkal bővült a magyar népi ízőrző lovagrend, többek között a település polgármesterét ütötték lovaggá. Demecser 1915 óta a savanyú káposzta fellegvára. Itt készült az első savanyító üzem, ami a hadseregnek készítette akkor a savanyú káposztát, és az 70 évig működött itt Demecserben. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a rendezvénnyel ismét felelevenítjük ezt a régi hagyományt, a káposzta savanyításnak az ősi mesterségét, és hát ugye a káposzta feldolgozásának is a különböző módjait, hiszen a káposztából rengetegféle étel készülhet. Így 2004 óta 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a káposztás napok. A káposzta ízletes, sok vitamin tartalmaz és ezerféleképpen elkészíthető, mondják a demecseriek. A településen idén is felelevenítették a káposztás ízeket, elővették a régi, hagyományos recepteket, valamint az újításokat is. A főzőcsapatok mellett a legtöbbféle és legnagyobb mennyiségű káposztás étkeket idén is a település készítette. Legnagyobb számokat mondom, 20 mázsa savanyú káposzta, 20 ezer töltött káposzta, 600 kiló sertésszomb, még pár száz kiló füstölt és egyéb húsok felhasználásával, és iszonyatos mennyiségű bors, paprika, só, minden, ami kell hozzá. A különleges gasztronómiai élmények mellett igényes kulturális programokról is gondoskodtak a szervezők. A színpadokon helyi és környékbeli fiatalok mutatták meg tudásukat, valamint ismert előadók, többek között MC DC szórakoztatta a közönséget. Káposztát töröm, mert tömöm be az arcomba, mert az íz hatása az kell, rágom az izmaim a lezerrel,